Szeretettel köszöntjük a nézőket, elsősorban nyilván az érpataki lakosokat, akiket ez legjobban érint, meg az átmenő forgalmú közlekedőket. Szeretettük volna tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy Érpadakon ez a behajtani tilos tábla és ennek az útszakasznak a lezárása úgy történt, hogy amikor a főteret adtuk át, akkor mindenképpen a közút csak így járult hozzá, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy itt legyen ez a behajtani tábla kitéve, és ez az útszakasz legyen lezárva. Ez teljesen irreális megoldás volt, mert a legtöbb érpataki lakos az folyamatosan idejön a takarékszövetkezetbe, az iskolába, a polgármesteri hivatalhoz, az ABC-be, ott lejjebb a gyógyszertár irányába, teleházhoz, és hiába kértük akkor őket, őket ez nem érdekelte, egy nagyon nagy kitérő forgalmat írtak elő, és azt mondták, hogy ők nem járulnak ehhez hozzá. De mi nyilván mindenképpen akartuk az észszerűséget betartva ezt megváltoztatni, és most, amikor már sikerült átadnunk a főteret, lementek azok az eljárások, ami a pályázat elszámolással és a többi kapcsolatok voltak, most már újból megkértük őket, hogy mi mindenképpen szeretnénk a közlekedési forgalom rendjét változtatni, most meg már azt írták, hogy kösebben őket ez nem zavarja, az önkormányzati út, mi úgy csináljuk, ahogy, tehát ahogy kedvező, és ez egy nagyon fontos üzenetünk, hogy amikor harcolunk velük, és kitartóan küzdünk a saját település érdek mellett, akkor engedélyezik, és feladnak a sokszor a társatóságok és a felettes szervek a saját ostobaságaikból, és el lehet érni azt, hogy azt, ami káros volt a közérdek szempontjából, azt megváltoztassák, és ez ennek egy minta példánya, hogy most már hozzájárultak, és ennek megfelelően képviselőtestület határozata alapján megváltoztatjuk a közlekedés rendjét, tehát a közlekedési forgalmat, szabályokat, és most már nem lesz behajtani tilos ezen az útszakaszon, hanem váltó irányú forgalom, ezt tehát gyakorlatilag úgy javasolták, hogy mindenképpen az erről jövő forgalomnak lesz elsőbsége, és addig, amíg ő át nem haladt a kereszteződés végéig, addig mindenképpen ő közlekedett, és addig meg kell állni a másik végén lévő járműnek, és csak utána jöhet be. Tehát mindig, hogyha itt nincs erről az oldalról közlekedés, akkor jöhet a másik oldalról a személyautó, és ez egyébként sokkal jobban szolgálja a település főterének a közlekedés biztonságát és közlekedés szabályait, és ezért változtattuk meg, és ezért most a barátunk és kollégánk segítségével akkor lecseréljük ezt a táblát, és feltesszük ezt a váltakozó forgalmú táblát, ahogy a képviselőtestület is döntött, és ahogy hozzájárult a közút. A közlekedési szabályokat itt is megváltoztattuk, mert a közút akkori merevsége miatt csak innen engedték egyirányú módon a forgalmat, onnan nem engedték, de most pedig váltakozó irányú forgalomra cseréltük. Tehát erről az oldalról közlekedő autónak mindenképpen elsőbbséget kell adni a már bennlévő, vagy ebbe az útszakaszba beérkezni akaró számára. Azt meg kell várnia, amikor az elvonult az útszakaszon, utána mehet erről az oldalról, és így nagyon kényelmes és sokkal komfortosabb, sokkal kedvezőbb közlekedési szabályok alakultak ki. Mind a két irányból így a parkoló lehetőséget meg lehet közelíteni, és mindenki tudja a főtéren, a postán, a takarékszövetkezetbe, az iskolába, az óvodába, vagy a óvoda irányába, a gyógyszertár irányába rendezni a dolgait, és ennek megfelelően kitettük a táblát, és ennek örülünk, hogy ezt a igényünket is keresztül tudtuk vinni, hogy végül is tehát a közút nem akadályozta meg ezt, és a lakosság érdekében megfelelően tudtuk változtatni ezeket a szabályokat. Thank you.